Áldás békességet kívánok minden kedves televízió nézőnek. Ma a Pál apostol Galatákhoz írott levele, 4. részének 4. versétől szól hozzánk Isten igéje, de amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, alávetve a törvénynek, hogy megváltsa a törvényalázvalókat, hogy Isten fiaivá legyünk. Ilyen hittel tekinthetünk mindenkire, Isten, akit ő akar, bárhonnan kihoz, mert nincs előtte akadály, és nincsen számára lehetetlen. Mi sem tudjuk, hogy hogyan kerülünk közelébe, csak éreztük a vonzását, és kegyelmes szeretetének ellenállhatatlan hívását. Mi nem is tudjuk, hogy kik a fiak. Ki az, aki ma még, mint talán tékozló fiú él, atyai háztól messze tévedve, ki van mélységben, aki mindent elveszített, akinek már reménysége sincsen, de hirdethetjük neki és mindenkinek Isten igéjét, és hisszük, Isten megérinti, és élő és ható igéje által elvégzi benne áldott munkáját. A tanítvány Péter egyszer azt kérdezte Jézustól, Uram, mi mindent elhagytunk, mink lesz nekünk? Azt mondja erre Jézus válaszában, már ezen a földön százannyi, a jövőben pedig örök élet. Igen, mert Jézus Krisztusban minden a miénk. Akkor is, hogyha a mi külső emberünk nem ezt tapasztalja. Akkor is, amikor talán sokszor szenvedések között kell járnunk. Amikor énekeljük az énekíró szavaival, ember bánthat és zavarhat, a te szíved áldott menedék. Sorsom próbál és sanyargat, édes csenddel vár az ég. Az éneknek van egy ilyen szakasza is, mégis gazdag úr maradtam, Isten és a menny enyém. Ez a fiúság. Én övé vagyok, hozzátartozom, már e földön, és egyszer az örökké valóságban. És végül, annak, hogy valaki Isten gyermeke lett Jézus Krisztus által, nem csak előzménye van, hanem vannak következményei is, annak meg kell látszódnia az életünkön. Az Efézusi levélben Pál apostol kéri a hívőktől, éljetek méltón elhívatásotokhoz, amellyel elhívattatok. Azt jelenti ez, hogy éljetek Isten gyermekeihez méltóan, mint világosságnak fiai. Nem vagy többé szolga, a bűn szolgája, hanem fiú, élj úgy, mint Isten megváltott gyermeke. Töltse be a szívünket az ének gazdagsága, szent az, mit az Úr mond, és szent, amit ad, és szent öröm az, mely az Úrban vígad. De még magasabb lesz az égi öröm, ha Jézus előtt vígadunk odafönn. Szívem áld a királyt, az övé ez a föld, szívem áld a királyt, neve mindent betölt, jöjj bűnös az Úrhoz, a Jézus az út, fogadd be szívedbe a drága fiút. Amen.